képviselőcsoportja vezérszónokának. Nagyon szépen köszönöm, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt ház! Amikor meghallgattam Lázár frakcióvezető úrnak a szóbeli kiegészítését, akkor további kérdések jutottak eszembe, és az a gondolat, hogy remélem, hogy az ő által elmondottak után is azért még hosszú távon ebben a házban mindenkinek lehetősége lesz vitatkozni és másképpen gondolkodni bizonyos kérdésekről, és attól még nem lesz valaki adott esetben a nemzetből kirekesztett, hogy másképpen lát bizonyos kérdéseket, másképpen lát bizonyos társadalmi problémákat. Én nagyon csodálkozom azon, hogy picit úgy tűnt az ő szóbeli kiegészítéséből, mintha a történelmet is másképpen értelmeznénk, amikor visszatekintünk, hiszen a listájából egy-két dolog azért csak kimaradt. Ha már arról beszélt, hogy különböző politikai paktumok szegélyezték az elmúlt 20 évet, akkor egy paktumot egészen biztosan kifelejtett 98-ban, amit önök kötöttek a kisgazdákkal, hogy kormányozni tudjanak. A másik ilyen fontos esemény, amit ön elfelejtett, ön arról beszélt, hogy történelmi dolog történt 2010-ben, hiszen még soha nem fordult elő, hogy egy párt kétharmadot kapjon a Magyar Országgyűlésben, ebben önnek teljesen igaza van, és még egy ilyen történelmi dolog történt 2006-ban, amikor ugyanaz a kormányzó párt tudta folytatni a kormányzást, akkor azok is történelmi időszakok voltak. Tisztelt képviselőtársam! Aztán, amikor elolvastam a politikai nyilatkozatot, akkor azon gondolkodtam, hogy ezek a szavak, amiket ide beleírtak a nyilatkozatba, az, hogy nemzeti együttműködés és a motto, amit választottak, a legyen béke, szabadság és egyetértés, ez azt a kérdést vetette föl bennem, hogy vajon az elmúlt 8 évben miért nem ezek a szavak, miért nem ez a motto vezette az ellenzéknek a politikáját. Szerintem nem szerencsés az, hogyha mindig az üléspont határozza meg valakinek az álláspontját, hogy amikor kormányra kerül valaki, akkor rögtön fontos számára az együttműködés, fontos számára a béke, fontos számára a szabadság és az egyetértés, és arról szólítja föl a többi képviselőt a magyar parlamentbe, hogy csak ez az út létezik, az együttműködés, a béke és a nemzeti konzultáció, a nemzeti együttműködés. Én annak örültem volna, és talán akkor lettek volna nagyon hitelesek ezek a mondatok, hogyha ezek az elmúlt 8 évben nagyon sok pillanatban elhangzottak volna a Fidesz részéről, vagy ha esetleg néha úgy is cselekedtek volna azokban a történelmi pillanatokban, amikor erre az elmúlt 8 évben számtalan lehetőség volt, akár a nemzeti csúcsra, akár bármely más kormány által kezdeményezett együttműködésről legyen szó. Éppen ezért ilyen értelemben a számomra hiteltelen az, amit a Fidesz a nemzeti együttműködés, vagy éppen a mottóban megfogalmaz saját maga számára. Bízom benne, hogy a későbbi cselekvése a Fidesznek az megtölti némi hitelességgel és tartalommal is ezeket a mondatokat és ezeket a szavakat, amik egyébként nagyon fontosak. 5 pontban próbáltam összefoglalni azt, hogy a Magyar Szocialista Párt frakciója miért nem fogja támogatni ezt a politikai nyilatkozatot, és én szeretnék végigmenni ezeken a pontokon. Az első az, rögtön az első bekezdésben arról beszél a Fidesz elnöke, hogy visszaszerezte a magyar nép 2010-ben az önrendelkezését. Nem 2010-ben szerezte vissza, hanem 1989-ben a rendszerváltással szereztük vissza az önrendelkezési jogunkat. Azóta kormányváltások történtek, demokratikus keretek között választottak a magyar emberek, és most a 6. szabad választáson vagyunk túl. Teszem hozzá, hogyha ez igaz lenne, amiről ön beszél, akkor a Fidesz kormány se lett volna legitim 98 és 2002 között, hiszen akkor ők sem, önök sem ez alapján szerezték volna az önrendelkezés joga alapján a hatalmat, és nem irányíthatták volna az országot. A második ilyen fontos dolog, ez a második pontban van, önök arról beszélnek, hogy forradalmat vittek végbe magyar emberek azzal, hogy ilyen sokan szavaztak önökre, és ezáltal kétharmados többséghez juthattak a parlamentbe. Szeretném jelezni, hogy ez a hatalmas többség, ez 17 ezer szavazatot jelent, ahhoz képest, amit az MSZP-SZDSZ koalíció 2006-ban kapott. Most fel sem merem tételezni, hogyha mondjuk nem 17 ezer, hanem mondjuk 57 ezer szavazattal kaptak volna többet, akkor nem forradalom, hanem világrendváltás következett volna be az egész világon. Én azt gondolom, hogy helyén kell kezelni a dolgokat, és ilyen napon még azt is lehetne mondani, hogy már akkor ez a második forradalom, hiszen 2002-ben is akkor rendszert váltottak az emberek, hiszen önöket elküldték, és jött utána egy szocialista kormány, akkor ez most már a második forradalom itt az elmúlt 20 évben. Azt gondolom, hogy ezekkel a minősítésekkel érdemes történelmi hűségszerűen élni, és nem mindenre ráagadni,
mert ezáltal magának a szónak a tartalmát koptatják és erodálják. Aztán a harmadik, amikor arról beszélnek, hogy egy régi rendszer döntöttek meg, én szerintem a rendszert azt 89-ben a rendszerváltással döntötték meg, és azóta hál' Istennek Magyarországon demokrácia, jogállam, piacgazdaság van, és hál' Istennek nem jött létre helyett semmiféle új rendszer. Erre mindenféleképpen érdemes odafigyelni, amikor kommunikálnak, és azt egészen pontosan értem, hogy hogyan szavazhattak az emberek a nemzeti együttműködés rendszerére, amikor ez a szó összetétel soha nem hagyta el az önök száját a választási kampány során, ezért erre egészen biztosan az emberek nem szavazhattak a szavazó urnákban, sok minden másra igen, de erre egészen biztosan nem. Aztán a negyedik pontban, a negyedik bekezdésben is a felsorolással is van gondunk, ahol a munka, otthon, család, egészség és rendről beszélnek. Ha már sokat idézték 56-ot és 89 szellemiségét, akkor egészen biztosan a szabadság, a demokrácia és a társadalmi igazságosság, mint szó összetétel mindenféleképpen hiányzik azokból ebből a felsorolásból, amire a közös jövőnket tartószlopként építhetjük. Aztán az ötödik bekezdésben is van olyan gondolat, amivel nem tudunk egyetérteni, hiszen az ötödik bekezdésben arról írnak, hogy a magyarok végre majd megvalósíthatják a saját céljaikat. Én azt gondolom, mind 89-ben a rendszerváltással meg tudtuk valósítani mi magyarok a saját céljainkat, elképzeléseinket, sőt a NATO és EU csatlakozásunkkal is ehhez mentünk közelebb, vagy adott esetben a válságok különböző kezelése során nagyon sok minden történt az országban, ami a magyar emberek érdekét szolgálta, nem is beszélve arról a sok fejlődésről, amit az Európai Unió adta, forrásokat tettek lehetővé Magyarország számára. És szerintem ezzel a mondattal az elmúlt 20 évnek a sikereit dobja ki a Fidesz kormány ebből a történelmi időszakból, és itt nem a kormányoknak az eredményéről van szó, hanem a magyar emberek, a magyar nemzet értékeiről és sikereiről. Ebből kifolyólag mi semmiféleképpen nem tudjuk támogatni, hogy ilyen formába kerüljön elfogadásra ez a nyilatkozat. De mivel azt ígértük, hogy ha valamire nemet mondunk, akkor egészen biztosan mellé tesszük a saját alternatívánkat is, mert így tisztességes és így helyes, talán így lett volna korrekt az elmúlt 8 évben is. Mi ezt másképpen gondoljuk, más tartalmat akarunk adni a konstruktív és alternatívát adó ellenzékiségnek. Éppen ezért engedjék meg, hogy én is tájékoztassam önöket arról, hogy a Szocialista Párt frakciója mai nap egy módosító indítványt adott be ehhez a politikai nyilatkozathoz, ami a következőképpen hangzik. A nemzet együttműködési nyilatkozata legyen béke, szabadság és egyetértés. A magyar nemzet több évszázados küzdelmet vívott az önrendelkezésért. Ennek a küzdelemnek volt dicsőséges állomása 1956-ban a végül vérbefojtott forradalom. A rendszerváltáskor a nemzet végre jogot és lehetőséget szerzett az önrendelkezésre és a szabad választásokra. A rendszerváltás reményeiben mégis sokan csalatkoztak. 2010 tavaszán a szavazók több mint fele a Fidesznek és a KDNP-nek, 47%-a a különböző ellenzéki pártoknak adott bizalmat. Az ország sokszínű demokráciát, de a legfontosabb nemzet ügyekben együttműködést akar. Valódi együttműködést, amelyben mindenki megtalálja a helyét, az a több mint 5 millió választópolgár is, akik nem szavaztak a leendő kormánypártokra. Új feladatok, új lehetőségek előtt állunk, amelyekhez mindenki erőfeszítésére, hazaszeretetére szükség van. Mi, a Magyar Országgyűlés képviselői tudjuk, változásokra van szükség. Itt az ideje, hogy befejeződjék a politikai hidegháború, itt az ideje, hogy többé egyetlen tisztességes ember se lehessen fenyegetni, megbélyegezni, kirekeszteni a nemzetből. Itt az ideje a kölcsönös türelemnek és tiszteletnek, mindazok erőfeszítése iránt, akik a nemzet emelkedéséért akarnak fáradozni. A magyar nemzet, a választók akarata arra kötelezi a megalakuló országgyűlést és a megalakuló kormányt, hogy megalkuvást nem ismerve, a jogállamiság normáit tiszteletben tartva, a közérdek szolgálatában irányítsák és szervezzék azt a munkát, amely a 21. századi modern, európai, fejlődő, igazságos és szolidáris Magyarországnak megteremtését segíti. Mi, a Magyar Országgyűlés képviselői kinyilvánítjuk, hogy a demokratikus népakarat alapján kapott mandátumunkat azon eszmék szolgálatának szenteljük, amelyek nélkülözhetetlenek az emberhez méltó élethez, a boldoguláshoz, és összekötik a sokszínű magyar nemzet, a sokszínű Magyarország tagjait. Demokrácia, szabadság és rend. Munka, tudás, otthon, család, egészség lesznek közös jövőnk tartó oszlopai. A magyar nemzet emelkedéséért és erőleharadásáért való összefogás a magyar nemzet minden tagja és Magyarország minden állampolgára számára nyitott, egyaránt részesei a határon innen és túlélő magyarok. Lehetőség mindenki számára és elvárás mindenki felé, aki Magyarországon él, dolgozik és vállalkozik.
Szilárd meggyőződésünk, hogy összefogással képesek leszünk erősebbé és sikeresebbé tenni hazánkat. Ezért minden magyar embert, minden magyar állampolgárt, legyen bármilyen korú, nemű, vallású, politikai nézetű, éljen bármely pontján a világnak, közös gondolkodásra és cselekvésre hívunk. Erre tesszük fel életünk most következő éveit. Ez az a módosító indítvány, amivel a Szocialista Párt élni kíván, és ezt terjesztjük az országgyűlés elé. És zárásképpen azt szeretném a figyelmébe ajánlani,